prédikáció előtt imádkoznék egyet. Istenem, én azt szeretném kérni tőled, hogy légy kegyelmes, hogy az én emberi gyengeségeim és esetleg tudatlanságom, vagy ismeretbeli hiányaim, te pótolt ki, hogy ez a te dicsőségedre váljon ez a prédikáció, a te munkád menjen előre, mindannyiunkban valami mozduljon előre, mindannyiunkhoz legyen egy olyan szavad, ami fontos, és ami segít abban az élethelyzetben. És nagyon köszönöm, hogy valami hasznosat csinálhatok a te munkádban. Amen. A kezdő ige az 1 Korintus 2.12 lesz. És mielőtt felolvasnám, még egy kis könyvajánlót tennék. Van egy barát, hát nem barátom azért, az túlzás, de egy nagyon jó ismerősöm, aki Bisztrai Márton a neve, aki egy kulturális antropológus, az ELTE tanszékének az egyik tanára. És valamiért neki az egyik kutatási területe a izraeli vidék, és azon belül is a palesztinok vagy arabok, de hát ők magukat palesztinoknak mondják, a palesztin közösségekben kutat, hát antropológiai szemszögből, és az egyik ilyen kutató után írta a Hit, fegyverek, szüzek című könyvet, így néz ki, ezt a Libri kiadó adja ki, és az alcím az, hogy keresztények Palesztinában, tehát ebben minden benne van, hogy miről szól a könyv. Szóval a arab területeken élő keresztények és a körülöttek élő életközösségekről lehet sok mindent megtudni ebből a könyvből. Nem keresztény irodalom, tehát nem teológiai munka, lehetnek benne olyan, tehát a szerző világlátását tükrözi, ő nem egy hívő ember, de ha valakit mélyebben érdekel ez a téma, és annál mélyebbre szeretne ásni, hogy a zsidók jók, az arabok rosszak. Tehát ennél egy picit mélyebben szeretne belelátni az ott dúló konfliktusokba, és azon belül is az arab keresztények életébe, akkor azoknak ajánlom ezt a könyvet, ennyi. Na, tehát 1 Korintus 2.12 így szól. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ebben az ige részben tehát kétféle lélekről van szó. Az egyik a világ lelke, a másik pedig Istennek a lelke. Azzal szeretném kezdeni, hogy egy picit beszéljünk a világ lelkéről. Milyen is a világ lelke? Ehhez egyébként a Máté 24.12-t még idézném, ami így szól. Jézus mondja ezt, és mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, beszél az utolsó időkről, amifelé közeledünk. Én arra gondoltam, hogy ha van kedvetek, és nem fullad teljes passzivitásba, hogy esetleg így közösen dobhatnánk össze egy-két jelzőt a világ lelkéről. Én mondjuk mondok egyet, hogy a türelmetlenség lelke, az például nagyon jellemző ma a világban. Van-e valakinek esetleg valami ötlet? Engedetlenség, igen, ez is nagyon jó. Közömbösség, igen. Tehát ez az életunt. Erkölcs, ez elég nagy területe, igen, erkölcstelenség. A kényelem szeretet. Önzőség, nagyon jó. Igen, az anyagiasság lelkülete is nagyon erőteljesen jelen van valóban. Igen, ezek is. Tehát azt hiszem, hogy estig tudnánk sorolni. Amit én még ehhez esetleg hozzátennék, én is írtam egy listát, de sokat elmondhatok belőle. Az állandó versengés, ez is ugye a mai világban ez egy jellemző dolog. A teljesítménycentrikusság.
a profizmus is a világhoz tartozik, hogy nagyon magas szinten teljesíteni. Aztán arról volt szó, hogy a kapzsiság, paráznaságról volt szó. Én azt mondom, hogy a ridegség is jellemző, igaz? Az emberi kapcsolatokban, úgy általában a világban, ha kimegyünk, a ridegség, a túlfeszített tempó, erről is volt szó. És hát a valódi boldogság hiányában az évhajházadás, ami kimondottan magyar specialitás, a panaszkodás lelkülete. Nagyon erős. Na most ez, hogy milyen gyümölcsöket terem meg a világ lelke, azt a Galata 5.19.21-ben olvashatjuk. Most ezt nem jelöltem be, de pont ide tudtam lapozni, és megijedtem, hogy leégek, hogy nem tudom, hogy a Galata levél miután következik, de nem. Tehát Galata 5.19 így szól, a testnek cselekedik pedig nyilvánvalók, melyek ezek. Házasságtörés, paráznasság, tisztátalanság, bujálkodás, báványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodás, visszavonások, pártütések, irítségek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások is, ezekhez hasonlók, írja az ige. Azt hiszem, mi is ezt foglaltuk össze, csak más szavakkal. Felmerül a kérdés, hogy ha ilyen a világ, és ezek a jellemzői, van olyan ember szerintetek, aki ebbe szívesen van benne? Ugye elvileg azt mondanánk, hogy nincs. Hát ki akar egy ilyen világban élni? Ha ezt egy festményen szeretnénk ábrázolni, ezt a lelkületet, akkor nem egy bizalomgerjesztő, nem valami olyan képlen, amiben úgy szívesen megmártoznánk, hogy jó lenne oda tartozni, hanem ettől mindenki írtozik, szerintem még a legelvetemültebb ember is. Hogy lehet mégis az, hogy mi emberek ezt idézzük elő a Földön? Reméljük mi nem, de általában az emberiség. Hát erre csak egy rövid példa. Példa, hogy a versengés hogy alakul ki. Kitaláltam egy ilyen példázatot, ami több helyen sántít, de azért a lényeget jól érzékelteti. Lenne mondjuk 10 autószerelő, azt mondanák, hogy mindenki 8 órát dolgozik egy nap, mind a 10-en ezzel a falunak a autóit pont el tudják látni, mindenkinek lesz munkája, stb. És ezt azért csinálnák, hogy legyen idejük a családra, a szeretteikre, ne a pénz, ne a munka határozna meg. Igen, ám, de az egyik úgy gondolná, hogy én 12 órát akarok dolgozni, mert én akarok menni egy nagy plazma tévét, mondjuk. És azt mondaná, hogy őt nem érdekli a család, inkább több pénzt akar. Elkezdne többet dolgozni, 4 órával többet, többen vinnék hozzá az autót. Mi történne? Lenne olyan autószerű, akinek már kevesebb autóit nem igazán tudna megélni belőle. Akkor kapcsolna a többi is, hoppá, hát most itt baj van, akkor nekünk is 12 órát kéne dolgozni. Elkezdenének az autószerek 12 órát dolgozni, de annyi autó már nincs. Úgyhogy az lenne, hogy az a 3-4 autószerelő, aki ugye erősebb, az annál lenne az összes kuncsaft, sőt, még fel is vennék azt a maradék 2-3-at, akiknek már nem jutott, azokat kevesebb pénzért felvennék dolgozni, és hát nem kell sorolnom, ugye, hogy elindulna az intrika az autószerelők között, hogy tudnak még több nyerességre szerteni, hogy tudják a másikat hátrányos helyzetbe jutni. És most ez csak egy szelete a világnak, de valahogy így működik az egész, hogy mi idézzük tulajdonképpen elő. A sátán ugyanúgy embereket használ, hogy Isten. Na most, megbeszéltük, hogy milyen a világ lelke. Mondtunk jelzőket, nem kellemes ez a kép. Isten lelkéről is volt szó, akkor most felteszem a kérdést, és ugyanígy lehet akkor mondani dolgokat, hogy ahol Isten az Úr, most nem arra gondolok, hogy a gyülekezet, ahol elvileg Istennek kéne, hogy az Úr legyen, de ugye rossz emberek is vannak, meg hibáink is vannak, hogy a gyülekezetben milyen, vagy az egyházban milyen, hanem ahol tényleg Isten az Úr, ott milyen jelzőket tudnánk mondani, mi van ott? Igen, Józsi, de nem szabad ilyen benfentes módon előni a poént. Béketűrés. Szeretet. Öröm. Szívesség.
jóság, mértékletesség, megdicsérlek, Józsi, jó keresztény vagy. Tehát Galata 5.22-ben valóban le van írva, hogy Isten lelke, ahol jelen van, és teret nyer, ott az ő gyümölcseit teremjük meg. Amik a következők: mértékletesség, szeretet, békesség, béketűrés, jóság, szívesség, szelídség, öröm, hűség. És a 2 Timóteus 1.7 leírja, hogy Istennek a lelke, amit adott nekünk, az nem a félelem lelke, hanem a józanság, az erő és a szeretetnek a lelke. Ha azt mondjuk, hogyha egy szóval akarnám összefogni, akkor Isten lelke az élet lelke. A világ lelke az pedig a halál lelke. És hogy még jobban összefoglaljam, 2 szóval szeretném Istennek a légkörét leírni. Szeretet és kegyelem. Ez a 2 épül föl a hívő életünk. Szeretet és kegyelem. A szeretetéből fakad, hogy kegyelmes volt velünk, és a mi bűneinkért Jézus halt meg helyettünk, nem pedig nekünk kellett azt megszenvedni. Ez a kegyelem. Miért mondtam ezt az egészet el, amit egyébként nyilván tudtok? Azért mondtam el, mert itt kezdődnek a bonyodalmak. Ugyanis Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy amikor kiküldte a 70 tanítványát, hogy most elküldelek a farkasok közé titeket, bárányokat. És velünk is ez a helyzet, hogy annak ellenére, hogy a lelkünk azt kívánná, hogy ebbe az isteni kellemes közegbe létezzünk, minden porcikánk erre vágyik, ezt szeretnénk, mégis nekünk az első lelkületben, a világ, a halál lelkületében kell élnünk, amiben jelen van a versengésen keresztül, a paráznaságon át, az a sok gonosz dolog, és az a sok számunkra teljesen idegen, vagy nem kívánatos, és nagyon nyomasztó dolog jelen van, és nekünk ebbe kell kimenni. 2 példa jutott eszembe ezen, amikor gondolkodtam, hogy mi lesz ennek az eredménye. Hát ha mondjuk a mosógépbe beraknánk a fekete meg a fehér ruhákat, akkor ritkán fordul az elő, hogy kivesszük, és lám, a fekete ruhák kivilágosodtak szép fehérre. Ellenben a másik az gyakrabban előfordul, hogy a fekete ugye szürkévé teszi a fehéret, vagy ha azt mondom, hogy a bárányokat beengedem a farkasok közé, akkor ugye a farkasok jól laknak, megeszik előbb-utóbb a bárányokat, szegény bárányok nem tudnak mit csinálni. Isten azonban megajándékoz valahogy minket egy olyan különleges védelemmel, hogy annak ellenére, hogy bárányok vagyunk, a farkasok között nem falnak fel minket, sőt, az a csodálatos dolog is előfordulhat, hogy a farkasok közül 1-2 bárányá változik, vagy a mosógépes példában, hogy furcsa módon előfordulna, hogy a fehér ruhák tényleg fehérek maradnak, és a feketékből még 1-2 ki is fehéredik. Ám az a nagy kérdés, hogy vajon ez a gyakorlatban így van-e. Hát ha magam életét nézem, akkor azt kell mondjam, hogy igazság szerint így is van, meg nincs is így. Egyrészt így is van, mert volt már olyan ember, akinek tudtam beszélni Jézusról, megtért, stb. Másrészt azonban időről észreveszek magam olyan viselkedési mintákat, ami bizony nem az isteni oldalról származik. Nem a bárányok közösségéből van, hanem a farkasok viselkedés mintáit időnként észreveszem magamon. És valóban így van, hogy a keresztény emberek időnként átvesznek viselkedés mintákat a világból. Elkezdenek egymásra vicsorítani, ahogy a farkasok szoktak. Esetleg az ételért, ahogy a farkasok szoktak, ugye rárontanak az ételre, az erősebb farkas győz.
megmarják egymást, és végül aki erős, az jól lakik, aki nem erős, nem lakik jól. Aztán a farkasok között egy nagy hierarchia van, szintén ez. Van egy falka vezér, az erős, gyenge elosztás. Bárányoknál ez nincs. Bárányok úgy el vannak, körülbelül egyformák, jól érzik magukat, szeretik egymást, szelidek. Ritkán láttam olyat, hogy egy bárány megharapta volna a másiknak a torkát, másik báránynak a torkát. Viszont ez előfordul velünk, hogy fölvesszük a versengés lelkületét, hogy fölvesszük a pénzhajhászás lelkületét, az élvhajhászatot fölvesszük, esetleg fölvesszük az ítélkezés lelkületét. Erre még kicsit részletesebben is kitérek. Pedig úgy kéne lenni, ahogy Jézus mondta, hogy a keresztény emberek legyenek olyanok, mint a gyertya a sötét szobában, ami bevilágítja a sötét szobát, vagy a hegyen épült város, amit messziről látni a sötétben, egy világ, vagy esetleg egy világított, és mint a só, ami ezt a nagyon gonosz és számunkra nem kellemes világi lelkületet kicsit megízesíti, kicsit elviselhetőbbé teszi. Hát egy-két területét az életnek szeretném egy picit kibontani. Az egyik három fő területe van az életünk: munkahely, család, gyülekezet. Munkahely. A munkahely ez a profizmus világa, a profit világa. Ha az emberek értéke a munkahelyen attól függ, hogy mennyi hasznot tud hozni a cég tulajdonosainak. Amíg te egy jó munkaerő vagy, a te tudásod, a te rátermettséged, szorgalmad hasznot hoz, addig egész jó fizetéseket is lehet bizonyos munkákkal keresni, akár meg is becsülnek. De onnantól kezdve, abban a pillanatban, hogy ez nincs meg, onnantól kezdve kirúgnak. Hát hosszabb, rövidebb idő alatt, de kirúgnak. A munkahely területe a versengés. Sok cég direkt versenyhelyzetbe hozza a saját beosztottjait azért, hogy azok még jobb, hogy is mondjam, még jobb eredményeket, még jobban megsanyargassák magukat a félelemtől, és még inkább nagyobb teljesítményre ösztönözzék őket. Ebben a közegben hogy kaphat helyet a kegyelem és a szeretet a mi részünkről? Hiszen, még egyszer mondom, ez a mi feladatunk, hogy a kegyelem és a szeretet, ahol mi ott vagyunk, ott az uralkodjon, ahol mi ott vagyunk. Természetesen a főnökeinket nem tudjuk megváltoztatni, de azon a területen, ahol te állsz a munkahelyeden, ott azért egy picit működhetnek másképp a dolgok. Nem tudom a ti munkahelyetekről beszélni, mert ugye azt nem is, én például a magaméről tudok, hogy zenetanár vagyok. Elgondolkodtam, hogy a kegyelem és a szeretet megnyilvánul-e akkor, amikor én tanítok. Csak a legtehetségesebb diákokkal foglalkozom olyan nagyon komolyan és szeretettel és nagy figyelemmel. Esetleg a többivel még éreztettem is, hogy ő nem olyan tehetséges, és úgy érzem, amikor elmegy tőlem órára, hogy hát... Vagy pedig mindenki számára megpróbálom a zene szépségeit, mélységeit feltárni, és kegyelmes vagyok a tehetségtelenebb gyerekkel is, esetleg még a lustával is. Vagy ha csak egy koncertemre nagyon kevés ember jönne el, akkor is ugyanazzal a teljes erőbedobással játszanék a koncerten, vagy a hiú dicsőség vágy az elkedvetleníteni, és úgy érezném, hogy hát ennek most így nincs értem, hát nincsenek annyian. De azt mondom, hogy például vegyünk egy orvost, vagy egy szerelőt, aki hibázik. Milyen jól esne ezeknek az embereknek? Ha egy orvos hibázik, azt általában a sárga földig a család, a beteg családtagjai a sárga földig pusztítják. Ha egy szerelő hibázik, általában
azt se szokták, ugye, Petya, megdicsérni, vagy szóval, tehát ott is rögtön az ítélkezés, rögtön az, hogy ez neked nem merik, mert te megvered őket. Nem. Neked nem merik, de szóval jó lesne, ugye, ha nem rögtön az ítélkezés, nem rögtön azt kapná az ember, hogy milyen gonosz és milyen rossz. Nektek is jó lesne, ha a főnök megértő lenne, ha a gyereketek beteg, ha valami nehézség van az életetekben, és gyengébb a teljesítményetek. Mellesleg a ti beosztottjaitoknak is nyilván jó lesne ez. Természetesen munkahelyen ezt örökké valóság nem lehet csinálni, ez érthető, hiszen... Na, menjünk tovább a második nagy területére az életünknek, az emberi kapcsolatok, család. Nagy kérdés, a kegyelem és a szeretet lelkülete uralkodik a családjainkba, az emberi kapcsolatainkba, erre is mindjárt mondok egy-két példát, hogy az elvárások, az ítélkezés, a jutalom büntetés elvűség és a méricskérés lelkülete. Nekem még ugye egyelőre egy gyerekem van, és ő se olyan túl nagy, tehát nem akarok én most nagyokat mondani. Viszont egy dolog nagyon élesen már most kezd kikörvonalazódni a gyereknevelésünkkel kapcsolatban, hogy lehet azt megcsinálni, hogy a kegyelem és a szeretet lelkülete legyen az első a gyereknevelésben, ne pedig a jutalom és büntetés elve. A jutalom és büntetés elvűségét mindnyájan szülők használjuk, hiszen ezt kell is használni, bizonyos dolgokat ezzel lehet ugye kimunkálni egy gyerek életébe. De hát elmondom nektek, a kutyákat is a jutalom büntetés elvűséggel nevelik, és tényleg el lehet érni az állatoknál, hogy ha kapsz jutalmat, akkor, vagy hát hogyha megcsinálsz egy feladatot, jó, kapsz jutalmat. Ha meg nem, akkor meg büntetést. Ez a gyerekeknél is elég jól működik egy darabig, csak amikor ugye öntudatokra ébrednek kamaszkorba, akkor már hát ezt ki tudják játszani elég könnyedén. Mint ahogy én is kijátszottam, és ti is valószínűleg néha kijátszottátok a kamaszkorotokban. Nem tudom a választ, mert még nem tartunk ott, de mindenképpen már most gondolok arra, hogy ne azért csinálja meg a gyerekem valamit, mert akkor jutalmat vagy büntetést kap, hanem valahogy a kegyelem és a szeretet munkálja ki benne az erényeket és a hát hogy mondjam, a törekvést a jóra. Na, két példát akkor hagyd mondjak a kegyelem és a szeretetről. Az egyik, két tanítványom, két lány, akik barátnők voltak. Néha egy kicsit ilyen pszichiáterbe megyek át az órákon. Ezt úgy igénylik néha a fiatalok. Az a lényeg, hogy ez a két lány, ezek barátnők voltak, de az egyik lány, az gyakorlatilag semmit nem tudott a másiknak elnézni. Tehát mi mindent számon kért rajta. Hogy miért késett, hogy miért, stb. És egy darabig ezt tűrte az áldozat, és hát természetesen, mivel nem a kegyelem egyáltalán nem volt jelen a kapcsolatukban, ez a barátság, ez tönkrement. Ennyi. Ilyen rövid ez a példa. A másik egy nagyon picivel hosszabb lesz, ez a velünk történt, meg a Timivel, meg velem. Éreztük, hogy a házasságunkban most az utóbbi időben nagyon, nagyon sokat volt feszültség, és nagyon sokszor fordult az elő, hogy egymás körmére néztünk, de olyan igazi, alapos módon. És ha valamelyikünk valamit nem úgy csinált meg, ahogy azt a másik elképzelte, akkor bizony belementünk azokba a vitákba, hogy miért nem így, miért nem úgy. És az ítélkezés lelkületen nagyon erősen eluralkodott. Ezt megéreztük, és imádkoztunk sokat, hogy valahogy segítsen minket ki ebből Isten. Tudjátok, ebből nagyon nehéz kijönni, ha valakinek ilyen élménye már volt.
És az történt, hogy imádkozás közben azt mondta nekem Isten, hogy ő azt akarja, hogy a mi családunkban a kegyelem és a szeretet lelkülete legyen az Úr. És egy-két napig még húzódott ez a acsarkodás, és akkor azt mondta a tényleg, gyere, üljünk le, adtam neki is egy papírt, meg magamnak is egy A4-es papírt, mondom, mindent írja le, hogy mit utálsz bennem, mi a baj velem, én is leírom. Már nem magamról, hanem hogy vele mi a bajom. Hát mind a ketten majdnem egy A4-es oldalnyit írtunk, és akkor a végén az volt, hogy mondtam, hogy most két választásunk van. Vagy mindig ezt az egyoldalnyi anyagot egymás fejéhez fogjuk vágni, vagy soha. Lehet választani a kettő között. És akkor azt választottuk, mivel ugye láttuk, hogy döbbenetes, hogy a másik is ugyanannyi hibát lát benne, mint amit én benne, egy A4-es oldalnyit. Ez azért elég sokkoló. Akkor inkább úgy döntöttünk, hogy jó, akkor inkább soha. Ez persze, és az az érdekes, hogy aztán villámcsapásra meg is szűntek ezek a konfliktusok, és nem azt mondom, hogy ezek nem ütik soha fel a fejüket, de érez, egy nagyon erős váltás történt, és ezt annak tudom be, hogy törekszünk arra, hogy a kegyelem és a szeretet lelkülete uralkodjon a házunkban. És hát a harmadik nagy témakör az a gyülekezet, az egyház, ahol ha valahol, akkor ott meg még inkább a szeretet és a kegyelem lelkületének kéne uralkodnia. Hogy miért egyébként az, arra tudok nektek válaszolni, hogy miért olyan fontos a mai üdvtörténeti korban ez a dolog. A mi üdvtörténeti korunk, ami Jézus születésével kezdődött, a Lukács 2.14-ben az angyalok adják meg ennek az alapját. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Tehát most Isten nem az ítélkező oldalát akarja kidombarítani, hanem a kegyelem és a szeretet. A gyülekezetben, ha a szeretet és a kegyelem helyett a méricskélés, az ítélgetés, a ridegség bekúszik, és bekúszik valami idegen dolog, ami elvonja a kegyelemről és a szeretetről a figyelmet, akkor ez egy tragédia, mert ha már a hétköznapokban nekünk a farkasok között kell lennünk, és tényleg ott kell lennünk, ez így helyes, akkor legalább a hétvégén, amikor közösségbe megy az ember, vagy hétközben, minél többet nyilván annál jobban tudunk töltődni, akkor legalább itt lehessen megnyugodni, itt lehessen megpihenni, itt ne kelljen viaskodni, és az emberi butasággal találkozni. És itt fogadják el az embert olyannak, amilyen. Természetes, zárszóként szeretném elmondani, hogy természetes, hogy a szükség van, hiszen erről már beszéltünk korábban egyik prédikációban is említettem, szükség van a Földön az ítéletre, hogy ne legyen káosz. Szükség van ítéleteket hozni az egyházon belül is bizonyos ügyekben. Szükség van arra, hogy egymást intsük, természetes. De hogy mi az uralkodó szellemiség? Hogy a kegyelem és a szeretet mögött megjelenik időnként, ha már nagyon szükséges az ítélet, inkább úgy mondom, az ítélkezés, az nagyon más, mint hogyha az ítélkezés az Úr, és a kegyelem meg a szeretet az csak olyan vendégként van jelen. Mert akkor bizony, akkor nagyon nagy baj van. Tehát persze nem kell túlesni a ló túlsoldára, ugye ez tényleg a gyerek nevelésből is visszatérjek, hogy ott is szükség van az ítéletre, úgymond. De hogy mi uralkodik, és mi uralkodik a kapcsolatainkban, amikor mi munkát végzünk a
munkatársaink mit éreznek, hogy melyik lelkület árad ki bennünk, vagy pedig az történik, hogy a munkahelyünkre bemegyünk, ott átvedlünk farkassá. Amikor kijövünk, persze hazamegyünk, ott bárányok vagyunk, vagy még ott se. Petya bólogat, hogy még ott se. Igen, igazad van. Igen, egyébként teljesen jogos, nem működik ez a kontraszt, aki farkas a munkahelyén, valószínűleg otthon is az. A gyülekezetek. Most olyan hiányérzetem van, mint amik valamit nem mondtam volna el, amit el akartam volna. De szerintem így is talán a lényegét sikerült átadnom, hogy most nekem ez fontos lecke volt Istentől, hogy ez soha, de soha ne felejtsem el, hogy ez legyen az uralkodó. És amikor, igen, ezt akartam még elmondani, hogy amikor, ha valaki olyan kélyes érzéseket érez, hogy másokat végre megmondhatja a tutit, végre az igazságot kimondhatja, és végre helyére rakhatja a dolgot, és miközben ezt teszi egyfajta örömjárját, az gyanús. Tehát, szóval szerintem akkor vagyunk normálisak, hogyha tényleg a legutolsó pillanat az, és akkor is úgy belül sírunk, és úgy érezzük, hogy bárcsak ne kéne megfedni a másikat, bárcsak ne kéne ítéletet hozni, bárcsak ne kéne ezt egy ilyen kemény és feddést adni valakinek. Én így gondolom, hogy ez így jó, és tényleg, ha örömmel tölt el minket, ha ítéletet oszthatunk, akkor hát ebből talán meg kéne akkor térni esetleg. Uram, köszönöm, hogy mindig tanítasz valamire. Köszönöm, hogy ez a legutóbbi tanításod számomra kézzelfogható változást hozott a házasságunkba. És azt szeretném kérni tőled, hogy se bennem, se a gyülekezetünkben, se a keresztényekben az egész földön ne hűljön ki a szeretet, és ne üthesse fel a fejét, Uram, itt közöttünk se az ítélkezés, a szeretetlenség. Áldj meg minket ezzel a kegyelmi állapottal, Jézus nevébe kérjük. Amen.